Folytatjuk a koronavírus járvánnyal, már is kapcsoljuk tudósítóinkat a legfrissebbekért. Szlovákiában szükségállapot lépett érvénybe a koronavírus terjedése miatt. Az esetszámok rendkívül gyors ütemben nőnek, a vörösbe sorolású járások száma egy hét alatt megduplázódott. A részletekért Nagy Emeséhez kapcsolunk Kassára. Emese, mit mutatnak a legfrissebb számok és mi a helyzet a magyar lakta területeken? Üdvözlöm a kedves nézőket! Legfrissebb adatok szerint 704 új esetben igazolták a fertőzést egy nap alatt. Ezen a héten minden eddigi rekord megdőlt, úgy az elvégzett tesztek számát, a napi esetszámokat, illetve az elhunytak számát illetően. Most már közel 7500 az aktív beteg az országban, és a vörös besorolású járások száma egy hét alatt megduplázódott. 79 járásból mindössze 18 maradt zöld, tehát biztonságos zónában, rekordmagas a betegek száma a magyar lakta járásokban is, közülük 7 vörös, 2 pedig narancssárga besorolást kapott, és egyre leterheltebb az egészségügyi ellátórendszer is, már közel 300 beteg szorul kórházi ellátásra, és egyre többen fertőződnek meg a kórházi személyzet közül is. A közegészségügyi hivatalok kihasználtsága pedig 129%-os, mivel egyre nagyobb az érdeklődés a szűrővizsgálatok iránt is. Az egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint pénteken érkezhetnek meg az országba az antigén gyors tesztek, ő a katonaságot és az orvostanhallgatókat is bevetné a teszteléshez. Többek között az említettek miatt volt szükség a szükségállapot bevezetésére, mely jelenleg általános jellegű, ami azt jelenti, hogy nem csak a kórházi kapacitások, a kórházi osztályok és ágyak átcsoportosítása, illetve a személyzet rendkívüli bevetése, hanem a karanténintézkedések és a mozgósító intézkedések azonnali bevezetésére is van lehetőség. Az intézkedés október 1-én lépett életbe, és egyelőre 45 napig tart. A szlovák kormány tovább szigorította a korlátozásokat is. Ez pontosan mit jelent? A korlátozások elsősorban a tömegrendezvényeket érintik, a közéleti, kulturális és sportrendezvényeket legfeljebb 50 fő részvételével lehet megtartani. Természetesen vannak kivételek, amennyiben minden résztvevőnek van negatív COVID-teszt eredménye. Például itt Kassán ma megrendezik a 97 éves múltra visszatekintő nemzetközi békemaratont is, bár a tavalyi 14.500 résztvevőhöz képest idén csak 200 szlovákiai futó állhat a rajthoz, de a szervezők a szigorú megkötések ellenére is a folytonosságra szavaztak, és megtartják ezt a Európában legidősebbnek számító maratont. Egyébként a szentmiséken és a más egyházi alkalmakon, istentiszteleteken is maximum 50-en vehetnek részt. Visszatért a saktáblaszerű ültetés és a testhőmérsékletmérés, lakodalmakat és más összejöveteleket vendéglátóhelyeken nem lehet tartani. Korlátozzák a vásárlók számát is az üzletekben. Egy négyzetméteren legfeljebb egy ember, tehát 10 négyzetméteren legfeljebb egy ember lehet a boltokban, a vendéglátóhelyeket legkésőbb 10 óráig tarthatják nyitva, a szájmaszk viselése pedig mindenhol kötelező, kültereken is, amennyiben az emberek egymástól nem tudják tartani a 2 méteres távolságot. A járvány miatt egy hónap alatt már 47 iskolát és 126 tanintézményben osztályokat kellett bezárni. Például Bártfán a megnövekedett esetszámok miatt teljesen szünetel az oktatás 10 napig, de több magyar iskolát is érintenek a karanténintézkedések, amennyiben tovább romlik a helyzet, újabb korlátozásokat vezetnek be. A belügyminiszter például nem zárta ki azt sem, hogy kijárási tilalmat vezetnének be a november elejé kegyeleti ünnepek idejére. Ami pedig a szomszédos országokat illeti, Magyarország, Ausztria és Lengyelország továbbra is a kevésbé kockázatosnak vélt országok listáján van, ennek ellenére nem ajánlott a külföldi utazás. Nagy Emesének köszönjük szépen!